Sziasztok! A mai videómban ismét innen a természetből jelentkezek, és szerintem mostantól megint több videót fogok kint csinálni, mert nagyon szeretek a természetben lenni. Nyáron nem biztos, hogy össze fog jönni, mert tavaly is olyan brutálisan sok szúnyog volt, hogy fél percet nem lehetett kibírni az erdőben. Na, a mai videóban több dologról szeretnék beszélni, és remélem fogtok hallani a tücsöktől, ami ciripel mellettem. Az első dolog az az, hogy ugye az előző vlog videómban mondtam nektek, hogy lesz lehetőség kérdezni tőlem, és fogok is válaszolni ezekre a kérdésekre. És ezen a héten szerettem volna megcsinálni a válasz videót, de láttam, hogy még a héten is érkeztek kérdések, illetve konkrétan ma is láttam egy kérdést. Úgyhogy arra gondoltam, hogy még egy picit várok ezzel a válasz videóval, és majd meglátjuk, hogy akkor mennyi kérdésre fogok tudni válaszolni egy videón belül. Illetve, hogyha majd később érkeznek kérdések, akkor arra is fogok válaszolni, csak most szeretnék egy ilyen nagyobb videót összesűríteni sok kérdéssel. Na hát el kellett onnan jönnöm, mert olyan brutálisan sok a szúnyog, hogy 5 perc alatt szétcsipkedtek. És nem kívánok egész éjszaka vakarózni, úgyhogy megyünk tovább. Aranyos virágok vannak itt. Tök jó lenne leülni valahova, ott így könnyebben tudnék beszélni. Na, találtam magamnak végre egy nyugisabb helyet. Vannak itt valamilyen romok. Nem tudom, minek a romjai, de itt jó lesz. Na hát a mai videóban még Kuhár Bencéről szerettem volna beszélni, nyugi, semmi rossz. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek, ő egy nagyon jó videós, olyan tekintetben, hogy olyan témákról beszél és olyan dolgokat csinál, amit elég kevesen csinálnak a magyar YouTube-on. Ugye ő hajléktalanoknak segített és árvagyerekeknek is vitt holmikat. Egy hajléktalant elkezdett egy elég jó irányba terelni. Szerintem igazán megérdemli a feliratkozókat, és hogy helye legyen itt a YouTube-on. Viszont ma csinált egy videót, amiben eléggé el volt szontyolódva, hogy hát milyen ez a magyar YouTube. És szerintem tényleg elszomorító az, hogy az ilyen értékelhetetlen tartalmat gyártó embereket nagyon hype-olják, de az ilyen kis videósok, akiknek tényleg jó dolgokat csinálnak, értelmes dolgokat csinálnak, tudnak normálisan beszélni, nem kell agyonvágniuk a videókat ahhoz, hogy össze tudjanak tenni egy mondatot, azokat meg egyszerűen semmibe veszik, és ez elég szomorú. Úgyhogy én azt üzenném neked, Bence, hogy mégse add fel, mert kellenek ilyen emberek a YouTube-ra, kell az, amit te csinálsz, és arra szeretném kérni a nézőimet, hogy iratkozzatok fel Kuhár Bencére, ugyanis, hogyha most eléri az 5000 feliratkozót, akkor azt hiszem valami olyasmiről volt szó, hogy lehetőséget kap, hogy még több embernek segítsen. Gondolom ez ilyen hajléktalanokat vagy rossz helyzetben lévő embereket segítő szervezet, vagy valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, mert ő sem mondott túl sok részletet a videóiban ezzel kapcsolatban, gondolom megmondták neki, hogy nem mondjon túl sok dolgot el. Nagyon fontos, hogy meglegyen neki most ez az 5000 feliratkozó, és szerintem őt is nagyon motiválná a további videózásban, hogyha egyre többen iratkoznának fel rá. És persze nem csak kamu akkuntokkal, mint ahogy ez történt valamelyik nap. Ugye 200 kamu akkunttal, vagy mennyivel feliratkoztak rá, és utána le is iratkoztak. És hát nem tudom ki ér rá ennyire, de ez eléggé gáz. Na mindegy, szóval tényleg iratkozzatok fel rá, és támogassátok ennyivel az ő munkásságát a YouTube-on. És neked meg tényleg azt tudom mondani, hogy ne add fel, ha kell, akkor pihenj egy kicsit, és tér vissza hatalmas, újult erővel. Trollokkal meg nem érdemes foglalkozni, engem is többször megtaláltak már, zaklattak a külsőm miatt, és zaklattak azért is, hogy mit mondtam Molnár Krisztiánról, pedig én egyáltalán nem rossz szándékból meséltem róla a videómban, hogy vele álmodtam. Szóval a trollokat le kell tolni, és nem szabad velük foglalkozni. Én amúgy is egy olyan embernek ismertelek meg téged, aki nem annyira ad az ilyen szerencsétlenek szavára, és ez maradjon is így. Na hát remélem nem volt ez a videó túlzottan összeszedetlen, de szana szétvakarom magam, annyira csipkednek itt a szúnyogok, úgyhogy elég nehéz így videózni. Na hát, mi akkor elbúcsúzunk mára, és iratkozzatok fel Kuhár Bencére. Sziasztok!